Kedves pedagógusok, kedves fiatal barátaim, az Úr Jézus nevében köszöntelek benneteket nagy szeretettel. Nagyon furcsa így online beszélgetni egymással, meg kell mondanom, nagyon hiányoztok, és remélem hamarosan személyesen is tudunk találkozni, és újra jókat beszélgetni. Tudjátok, hogy ez a helyzet, ami most van, a vírus miatt van, ami szerte a világban tombol. Nagyon új ez a helyzet mindenkinek. Sok emberrel beszéltem én is. Sok ember mondta el a véleményét, aggályait, gondolatait ezzel kapcsolatban. Sokféleképpen gondolkozunk erről a helyzetről. Azt látom, hogy az emberek nagy része talán közömbös még mindig, talán cinikus, nem veszik komolyan még mindig azt, hogy bizony valós baj van körülöttünk. Nagyon remélem azt, hogy amit most mondok, hiszem, hogy Istentől kapott üzenet lesz számotokra, és jobban meg tudjátok érteni a világban folyó dolgokat. De igazából nem a vírusról szeretnék beszélgetni. Igazából szeretnék egy hallásjavító és fültisztító dologról beszélni. Mert azt gondoljátok, hogy megőrültem, meg kell nyugtassak benneteket, hogy nem ez történt, sőt, emlékeztetek arra benneteket, hogy Jézus Krisztus a tanításait, példázatait sokszor úgy zárta le, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Mit jelent ez valójában? Látjátok a tévében, a rádióban, sok-sok minden információt juttat el hozzánk a média. Sok minden van, amit az ember talán nem ért, vagy nem hisz el, és ez így is van, hisz rengeteg álhír, rengeteg pánikkeltő, félelemkeltő üzenet is szerepel a médiákban, főleg a közösségi portálokon keresztül, ami az embereket rossz felé viszi. Így van az életben is. A Római Levél 10. részében azt mondja Isten igéje, a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Miről is van szó itt tulajdonképpen? Az ember fülön keresztül rengeteg információ jut be a fejébe, onnan a szívébe. Olyan sok mindent hallunk. Nagyon fontos eldöntenünk és megértenünk azt, hogy mi az, amit beengedünk a fejünkbe. Mi az az információ, amit elhiszünk? Mire figyelünk oda, mi az, amit hallunk, mi az, amit meghallunk? Krisztus beszéde tiszta és világos. Életünkben szüleinktől, tanárainktól, barátainktól, a médián keresztül sok-sok mindent hallunk, és mindig mi döntünk, mi az, amit elhiszünk, mi az, ami alapján tovább megyünk az életünkben. Minden információ valamilyen szinten formál bennünket. Fontos tudnunk azt, hogy a leghitelesebb információ mindig Istentől jön. Ebben a könyvben, ami a hallásjavító és a fültisztító Isten igéje, hiszem azt, hogy minden igazság az élethez, az örök élethez szükségeltetik, ebben benne foglaltatik. Hiszem azt, hogy minden ember az igazságot keresi. Minden ember keresi a megoldást az életére, a boldogságot talán. És hiszem azt, hogy az igazság Jézus Krisztus. Amikor az ember igazságot keresi, Istent keresi. Emlékszem rá, én is így voltam ezzel fiatal koromban, akkor kerestem helyem a világban, sok mindent nem értettem, nem tudtam, és próbáltam ebben a világban eligazodni. Kerestem az igazságot, kerestem a megértést az életemben. Sok-sok minden filozófiába beleástam magam, sok mindent olvastam azzal kapcsolatban, amit úgy gondoltam, hogy el fog vinni az igazságra. Isten kegyelméből kezembe került a Biblia, Isten igéje, elkezdtem olvasni, és rájöttem arra, hogy ez minden igazságnál a legfontosabb igazság, mert ez az igazság. Isten elkezdett formálni bennem, elkezdett munkálkodni bennem, elkezdett formálni engem, és kitisztította a fülemet, és odafordította arra az igazságra, amit meghallottam Isten igéjéből. Sokan segítettek nekem ebben, sok lelkivezető, sok keresztény barát mellém állt, és segítették az én hallásomat javítani, javulni. Hiszem azt, hogy Isten igéje az, ami igazából el tud vezetni bennünket arra az igazságra, amire szükségünk van. Hiszem azt, hogy Isten igéje tud bennünket táplálni, és ezért nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk az az igéhez, amit Isten mond nekünk. Az a lelki fülünk, amivel tudunk hallani, az tud bennünket az örök életre elvezetni, mert a hit ugyan hallásból van, és hit által van üdvösségünk Jézus Krisztus által. Ez egy fontos igazság, és fontos ezt megértenünk. Nagyon fontos az, hogy minden nap kezdjük Isten szavával, Isten hallgatásával napunkat, mert ő tud nekünk irányt adni egész életünkben, akár minden napunkra. Hiszem azt, hogy ez az információ, ez a hír, a jó hír, ami ebben a könyvben van, ez az örök élet. Nagyon bízom benne, hogy nem csak hallottátok, hanem meghallottátok most Isten üzenetét. Nagyon kívánom nektek, hogy legyen áldás számotokra Isten igéje. Kérlek, használjátok, forgassátok, figyeljetek oda Istenre, mert ő beszélni akar veletek. Isten beszélni akar veletek. Isten áldjon benneteket a viszontlátásra, a viszont hallásra.